A zászló levonásnál egyrészt nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek ilyen sokan, még akkor is, ha sokan hiányoztak. És a köszönetnek ugye a két fő céltáblája azért mindig az a furcsa pár, akiről tegnap beszéltem este, akik nélkül tényleg ez nem jöhet létre, és itt többekkel beszélgettünk, és azért ez egy nagyon-nagyon különleges dolog. Tehát, hogy itt majdnem 30 éve, ugye jövőre lesz 30 éves a BEBaSz, tehát 30 éve működik ez a történet, ez egy egészen különleges ügy. Nagyon sokszor szerintem nem is szoktunk belegondolni ebbe, mi az, ami 30 éven keresztül ilyen folyamatosan. És azt lehet mondani, hogy tényleg lelkesen jó hangulattal működik. Jó, tehát köszönhetjük ezt magunknak, és mondom a két fő szervezőnek, akiknek azért osztunk szokás szerint van, hogy lehet, hogy már áll itt csapadában ez nekik, mert nem érzik. Vissza hozzá! Szamovár! Majd megosztunk! Szamovár! Szamovárra lehet tölteni, Rati bácsi. Korszellemnek megfelelően különleges zászlólevonás következik. Arra kérnek mindenkit, hogy fogja meg a szomszédja kezét. Megfogtam mindenki? Rendben, akkor most engedje el. Második része a dolognak az, hogy mindenki tartsa így a kezét, mint valami kis laptop, vagy akár okostelefon. És majd pötyögnünk kell, ugyanis távolsági zászló levonás következik interneten. Jó, tehát mindenki pötyögje be azt, hogy az életmű díjasok, akik most csak hárman vannak, de Urmán Ákosra is szeretettel emlékezünk, elvonulnak oda a zászlóhoz, és levonják a zászlót, ami ének. Köszönjük, hogy itt lehettünk, mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok!